Aranypálva nagy díjért és aranypálva külön díjért versenyeztek az együttesek és szólisták a 22. alkalommal megrendezett EGRI Népzenei Gálán. Mindegyikük saját tájegységének hagyományait viszi tovább. A népdalkörrel most közel 20 fővel működünk, és ebből hát a kórus most 5 fővel van itt, a férfi kórus, aki külön is megmérettette magát. 4 éve dolgozik egyébként ez a formáció. 2014-ben alakultunk, és az első minősítésen már aranypálva minősítést kaptunk. Idén ugye ez a második minősítésünk, és itt megkaptuk az aranypálva nagydíjunkat is. Eger testvérvárosa Semis környékéről is érkeztek vendégelőadók. 10 éve alakult az együttes Puszkov-Orsedlevben, ami Lengyelország középső régiójában található. Regionális táncokat és nagyon szép lengyel zenéket játszunk, szeretünk táncolni. A szervezők 3 különböző szintű népzenei fesztivált is tartanak évente Egerben, ahová rengeteg határon túli magyar együttes érkezik. Egerben hagyománya van a Palóczgálának, a Ködelika Mátának, ahol térség és országos minősítés van. A nyár végi rendezvény pedig a nagydíjasok versenye, ami meghívásos. A többire bárki jelentkezhet, aki minősítést szeretne kérni, a nagydíjas versenyre pedig azokat hívják meg, akik aranypálva nagydíjat elértek már. A 4-tagú zsűri az előadásmód, a zenei tisztaság és a stílus hűség mellett a színpadi viseletet is értékelte. 1251 minősülőnk volt a 18. előző 2 éves minősítési ciklusban a kótánál, és az 1251-ből 78-an érték el az országos aranypáva fokozatot, és 29-en kaptak aranypáva nagy díjat. Tehát azért ez a piramis nagyon hegyesre csúcsosodik ki ebben a formában, és akik erre a szintre eljutnak, ők már akár idehaza vagy a világ bármely részében nyugodtan lehetnek nagykövetei a magyar népzenének. A 2 napos rendezvényen 15 aranypáva nagy díjat és 12 külön díjat osztottak ki.